Sziasztok, ez a silvermoon.hu pár perc pénzügy sorozata. Mai témánk a nyugdíjbiztosítás. Az előző részekben már szó volt arról a nyugdíjhelyzetről, amely téged is érinteni fog. Korábban már beszéltünk a magyar állam által 20%-os adókedvezménnyel támogatott NYESZ-ről, valamint a szintén adókedvezményre jogosító önkéntes nyugdíjpénztárról is. Mivel a nyugdíjbiztosítás egy kicsit hosszabb téma, így vágjunk is bele szerintem. Mit szólsz hozzá, Dani? Jó ötlet, Reni. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Kezdjük a legelején a legalapvetőbb kérdéssel. Mi a nyugdíjbiztosítás? A nyugdíjbiztosítás a már korábban is használt életbiztosításhoz kötött megtakarítások kifejezetten nyugdíj célra használt módozata. Nem minden életbiztosítás felel meg a nyugdíjbiztosítás követelményeinek. Alapvető elvárás, hogy fix tartamra kell szólnia, így már az elején tudod, hogy a kezdéskor érvényes nyugdíjkorhatár betöltésekor le is fog járni. Akkor is, ha közben emelkedik a nyugdíjkorhatár. A nyugdíjbiztosításból nem vehetsz ki pénzt csak úgy kedved szerint. Csak és kizárólag a következő esetekben szolgáltathat. Akkor, hogyha a biztosított elérte a nyugdíjkorhatárt, ez jelenleg a 65. betöltött életével valósul meg. Valamint akkor is, hogyha a biztosított saját jogon vonul öregségi nyugdíjba, mondjuk korkedvezménnyel. Szolgáltathat akkor is, hogyha biztosított legalább 40%-ban egészségkárosodást szenved, valamint nyilván, hogyha biztosított meghal. Minden más esetben az igénybe vett SZIA kedvezményt 20%-os büntetőkamattal vissza kell fizetni. Életbiztosítás? Nekem nyugdíjtőke kell, minek ide biztosítás? Egyrészt a biztosító nem végez hitelezési tevékenységet. Így egy esetleges hitelválság sem érinti sem a biztosítót, sem az hitelhelyzet pénzt. Ezzel talán nagyobb biztonságban van a befektetésed, mint ha bankba tennéd. Másrészt azáltal, hogy életbiztosítással van egybekötve, lehetőség nyílik arra, hogy halál esetén a haláleseti kedvezményezettek adó- és illetékmentesen kapják meg a pénzt, illetve a már említett 40%-os rokkantság elérésekor is támogatásban részesülhess. Végül kis ráadásként az itt elhelyezett összeg nem inkasszálható és nem is végrehajtható. Reni, te itt a nyugdíjbiztosításnál biztosítottról beszéltél, miközben mindenhol a legelső kérdés, hogy ki lesz a szerződő. A kettő nem ugyanaz? Természetesen lehet egy és ugyanaz. Ekkor te a saját pénzedből, a saját adókedvezményeddel gondoskodsz a saját nyugdíjadról. A nyugdíjbiztosítás esetében viszont eltérhet a kettő. Ez jó hír a katás vállalkozóknak, mert így lehetőségük van arra, hogy valamely családtagjuk által befizetett SZIA-t a nyugdíjbiztosítás számlájukra visszaigényeljék. Ez egy jó hír a páromnak. Hogyan működik a nyugdíjbiztosítás? A nyugdíjbiztosításnak két típusa van. Ezek különböző módon működnek. Az első típusa a hagyományos nyugdíjbiztosítás. Ez a régi, vegyes típusú életbiztosításból jött létre. Ekkor a biztosító már a legelején megmondja, hogy várhatóan mekkora összeget fog neked kifizetni a végén. Itt a nyugdíjbiztosításra elhelyezett összegre a biztosító technikai kamatot kínál, amit fixen meg fogsz kapni. Ez ugyan nem túl magas, mert rendelet szabályozza ennek mértékét. A rendelet linkjét a leírásban megtalálod. A jó hír, hogy a biztosítók nyugdíjbiztosításra elhelyezett összeg hozamából részesedést is kínálnak neked. Ugyan ez sem lesz túl sok, mivel itt a pénzintézet a vállalt fix kötelezettség miatt ultrakonzervatív megoldásokban fog gondolkodni. A másik típusa a befektetési egységhez kötött nyugdíjbiztosítás. Itt már nem fix kamatot kapsz, hanem a tőke növekedése leginkább az árfolyam változásokból adódik. Miután befizettél a nyugdíjbiztosítás számládra, a biztosító levonja a költségeket, a többit befektetési alapba helyezi, te pedig befektetési egységet kapsz. Megvettél egy egységet mondjuk 1 forintért, eladtad 1,5 forintért, akkor a növekedésből származó rész nyilván a tied, amivel gyarapodni tud a nyugdíj vagyonod. Reni, említettél két típusú nyugdíjbiztosítást is. Ezek szerint lehet több számlám is? Van rá lehetőséged, Dani. És van olyan, amikor megéri több nyugdíjbiztosítással is rendelkezned. Azt viszont nem lehet kijelenteni, hogy ez számodra mindig előnyös tud lenni. Ezt mindig csak az egyedi élethelyzeted áttekintése után tudom megmondani. Előnyös lehet egy újabb nyugdíjbiztosítás indítása a számodra, ha a meglévővel valamiért nem vagy megelégedve. Mondjuk nem azt kaptad, mint amit ígértek. Ekkor ugyan a kezdeti költséget újra ki kell fizetni, de láttunk már rá többször is példát, hogy az ügyfél még ekkor is sokkal jobban járt, mint ha ragaszkodott volna a számára előnytelen szerződéshez. Valamint előnyös akkor egy második nyugdíjbiztosítás,
Ha vagy több ember befizetése után szeretnél lesz ilyen kedvezményt igénybe venni, vagy több ember számára szeretnél ezt biztosítani. Így jellemzően családon belül a férj és feleség külön-külön nyugdíjbiztosítással fog rendelkezni. Rosszul jársz viszont, ha csak azért indítanál újabb nyugdíjbiztosítást, mert plusz befizetést akarnál elhelyezni a számládon. Mondjuk karácsonyi bónuszként kaptál valamekkora összeget, vagy vállalkozóként vettél magadnak jó osztalékot, és ennek szeretnél helyet keresni. Ezt ugyanis akár a rendszeres díjak megemelésével, akár eseti számlán is meg tudod tenni. Ha nem vagy elég körültekintő, és nem tudod fenntartani az újabb számlát, akkor két eset fordulhat elő. Ha az első 2-3 év sem megy, akkor a biztosító a költségek és minden egyéb után visszautalja a pénzed tört részét. Ha az első 2-3 év ugyan megy, de utána elakadsz, akkor pont azt a részt fizetted be, ami a legnagyobb költség elvonással jár, ami viszont neked termel, azt már nem. Benne, hogyha nem vagyok elégedett az egyik biztosítónak a termékével, akkor miért nem viszem át a másikhoz? Miért kéne másikat nyitni helyette? Teljesen jó a meglátásod, Dani. Ugyanis a NYESZ és az önkéntes nyugdíjpénztár is egy minimális díj befizetésével egyik pénzintézettől a másikhoz átvihető. Itt viszont egyrészt a költségszerkezet nem lineáris. Tehát az elején vonják le tőled a több költséget, a végén pedig egyre kevesebbet és kevesebbet. Emiatt nem lehetne logikusan és igazságosan szétosztani a költségeket a két pénzintézet között. Illetve a nyugdíjbiztosítás elég összetett termék, így nincs is nagyon lehetőség arra, hogy jogfolytonossággal minden fél előnyére egyik helyről a másikra mozgassad. Mekkora összeget kell a számlára elhelyeznem? A nyugdíjbiztosítások jellemző minimális mértéke 15-20 ezer forint környékétől indul. Ebből még nem feltétlenül épül fel nyugdíjas korodra túl nagy tőke, de legalább kezdetnek jó. Vannak ugyan olyan biztosítók, akik már 10 ezer forint körüli havidíjtól kínálnak megtakarításokat, így nyugdíjbiztosítást is, itt viszont a költségek a hozam nagyobb részét fogják megenni. A befizetésnek nincs teteje, bármekkora összeget elhelyezhetsz itt. Viszont akkor jársz a legjobban, ha az adókedvezmény tetejéig mész el, a fennmaradó összeget pedig egy szabadon hozzáférhető számlán helyezed el. A nyugdíjbiztosításnál az adókedvezmény teteje éves szinten 130 ezer forint, ezt éves szinten 650 ezer forint befizetésével éred el. Mi történik, ha nem tudom fizetni a nyugdíjbiztosításomat? Ahogy volt már róla szó, ha az első 2-3 évről beszélünk, akkor az igénybe vett SZIA kedvezményt 20%-os büntetéssel vissza kell fizetned pont úgy, mintha te magad igényelted volna a biztosítódól a pénzt. Valamint a biztosító a költségeket levonja, és csak a maradékot kapod vissza. A harmadik év után bármikor díjmentesítheted a szerződést, csak arra figyelj, hogy ha kértél hozzá kiegészítő biztosítást, vagy a kötelező mértékű fölötti életbiztosítást, akkor ezeket is szállítsd le a minimális mértékre. Ha ezt nem teszed, akkor a nyugdíjbiztosításon elhelyezett összeg ezeknek a díjára is fog menni, amit az adóhatóság úgy értelmez, hogy nem nyugdíjcélra használtad fel a pénzt. Tehát jár érte a büntetés. Ha ennyi kockázat van az SZIA kedvezménnyel, akkor miért járok jó, hogyha igénybe veszem? Minek vesződjek vele? A nyugdíjbiztosítások jellemzően hosszú távú befektetések, és szerencsére csak tört részüket mondják fel idő előtt. A legtöbb ember élete 2-3 éven belül nem változik akkorát, hogy egy ilyen helyzetbe kerüljön. A 20%-os adókedvezmény számszakilag neked annyit jelent, hogy te 100 forintnyi befektetésért csak 83 forintot fizettél. Illetve igaz ez fordítva is, 100 forint befektetésért 120 forintnyi befektetést kaptál. Ha a végeredményt nézed, akkor a nyugdíjkorhatár elérésekor akkor is jelentős előnyt jelentesz számodra, ha nem a maximumot fizetted be. Ez pedig a számodra elérhető nyugdíjaskori kifizetésben fog jól jönni. No, így már szimpatikus. Hogyan lehet igénybe venni az SZIA kedvezményt a nyugdíjbiztosításra? 20%-os adókedvezmény a nyugdíjbiztosításra csak akkor vehető igénybe, ha a szerződés 2014. január 1-e után indult, és már a kezdet-kezdetén nyugdíjcél alatt indítva. Ezt vagy a szerződésben külön jelezheted, hogy az a szerződés típus csak és kizárólag nyugdíjcélra indítható. A biztosító minden évben küldeni fog neked egy igazolást arról, hogy mekkora volt az adott év január 1-e és december 31-e között a jóváírás a nyugdíjbiztosításodon. Az igazolás alapján a személyi jövedelemadó bevallás készítésekor kell az igazoláson levő adatok alapján kitölteni a megfelelő részt. Figyelj arra, hogy az éves visszaigénylés teteje a 130 000 forint, illetve nyilván az általad befizetett személyi jövedelemadó mértéke.
Valahol azt olvastam, hogy nem éri meg nyugdíjbiztosítást kötni, mert drága. Erről mi a véleményed? 2014 előtt még nagyon sok helyen találkoztál olyannal, hogy 10-12%-os TK mértékkel futott egy biztosítás. Valószínűleg ezekre a szerződésekre gondolt az, aki ilyet írt, vagy mondott, mert ez tényleg drága mostaniakhoz képest. Viszont ezek nem is kaphatták meg a nyugdíjbiztosítás címkét, így SZIA kedvezményre sem jogosít. Maximum a tulajdonosa kezelte nyugdíjcíló megtakarításként. A másik oka lehet ennek a hirdelemnek, hogy a nyugdíjbiztosítás költségszerkezete nem lineáris. Nem minden hónapban ugyanannyit von el, hanem a Magyar Nemzeti Bank előírása alapján az elején messze sokkal többet, mint a vége felé. Ha legalább nagyjából rendszeresen fizeted, azaz a saját időskori biztonságodról legalább rendszeresnek tekinthetően gondoskodsz, akkor a teljes időszak alatt elvont költségek már nagyon is versenyképessé teszik a nyugdíjbiztosítást. Nyilván, ha te ezt nem teszed, akkor az elején levont nagyobb költségek ténylegesen drágává teszi a nyugdíjbiztosítást. Ha legalább 10 éved van a nyugdíjig, akkor a költségek és a hozamok tekintetében rendben lesz minden. Rövidebb időtávra tény is való, hogy a folyamatos díjas nyugdíjbiztosítás nem a legjobb választás. Erre inkább az egyösszegű verzió való. Csak egy pici összehasonlítás. Az önkéntes nyugdíjpénztárak átlagos havi befizetése 4000 forint körül mozog, ami a legtöbb pénztárnál 10% körüli költségelvonást jelent. Mégsem mondja senki rájuk, hogy drága. Ha a nyugdíjbiztosítás átlagos 15-20000 forintos minimál díját veszük alapul, akkor ha ezt az összeget önkéntes nyugdíjbiztosításba fizetted volna, akkor 2-6%-ot vontak volna le tőled. A nyugdíjbiztosítás TK mértéke futamidő függvényében ugyanerre az összegre 3-4%. Ez így már egész barátságosnak hangzik. Tetszik is, és szeretnék magamnak egy nyugdíjbiztosítási számlát nyitni. Melyik a legjobb nyugdíjbiztosítás? Dani, ezt így ránézésen nem lehet megmondani. Elvégre, ha lenne egy legjobb, akkor csak egy nyugdíjbiztosítás létezne az egész piacon. Szívesen átbeszélem veled, és segítek választani, akár neked, akár bárki másnak. Ehhez a kapcsolatfelvételhez linket a leírásban találsz. A netes kalkulátorok ugyanis sajnos nem túl sokat érnek. Jó ötlet, viszont feltételezik, hogy a futamidő végéig megszakítás nélkül ugyanazt az összeget fizeted a nyugdíjbiztosításodra, és azt is, hogy a hozam teljesen állandó lesz. Ez nyilván nem életszerű. Mert ez alapján, ha van még 20 éved a nyugdíjig, akkor nem hagysz ki egyetlen egy évet sem, nem emelsz díjat, nem fizetsz be plusz pénzt, és az SZIA törvényt sem változtatják. Ezeknél a kalkulátoroknál jellemzően vagy a kalkulátor tulajdonosának a személyes preferenciája lesz a legjobb nyugdíjbiztosítás, vagy teljesen azonos hozamkörnyezetben pusztán a TK mérték alapján hasonlítja össze a nyugdíjbiztosításokat. Ekkor nyilván a legalacsonyabb TK mértékű lesz a győztes, függetlenül attól, hogy a valós, eltérő hozamkörnyezetben is tudja ezt a termék. Ezek szerint nem jó a TKM? A TKM nagyon jó irányadó. De csak egy mintaügyfél mintaportfóliójáról szól, nem rólad. Valamint a biztosítók a magasabb TKM értéket nem csak a saját bevételeik növelésére használhatják, hanem nagyobb értékű szolgáltatás nyújtására is. Így például egy magasabb hozamkilátással bíró eszköz alap is emelhet a TKM értéken, ekkor a magasabb költséget várhatóan meghaladja a magasabb hozam. Akkor egyeztessünk egy időpontot, inkább segíts a választásban. René, az eddigi részekben ugyan bevállaltam, hogy összefoglalom a nyugdíjcíló megtakarításokat, de ez egy hosszabb téma volt. Mielőtt kihagynék bármit, megtanulod, hogy átfutjuk még egyszer, hogy kinek jó és kinek nem a nyugdíjbiztosítás? Természetesen, Dani. A nyugdíjbiztosítás annak jó, akinek van még legalább 10 éve a nyugdíjig. Illetve aki még nem ért el a saját jogú nyugdíjat, akár korkedvezménnyel, akár bárhogy máshogy. Jó annak, akinek nincs 40%-ot meghaladó egészségkárosodása. Előnyét látja ennek az, aki magasabb hozam lehetőséget keres megfelelő biztonsági szintekkel, valamint szeretne saját maga foglalkozni a pénzével, de csak minimális mértékben. A nyugdíjbiztosítás előnyös annak, aki az államtól várható nyugdíját szeretné kiegészíteni, és aki tud élni az SZIA kedvezmény lehetőségével. Nem való viszont annak, aki nem szeretne nyugdíjcélra előtakarékoskodni, mert mondjuk kifejezetten rövid távú megtakarítási formát keres. A folyamatos díjas nyugdíjbiztosítás nem való annak, akinek már nincs 10 éve nyugdíjig, ekkor ugyanis a
költségeket messze sokkal nehezebb kitermelni. Számukra az egyösszegű megtakarítás testhez állom. Nem való annak, aki hamarabb kíván nyugdíjba vonulni, mint ami a törvényben meg van határozva. Ekkor inkább válasz olyan megtakarítást, ami nincsen nyugdíjcélhoz kötve, így korábban is fel fogod tudni használni. Nem jó annak a nyugdíjbiztosítás, aki nem tudja vállalni a rendszeres minimális befizetést. Illetve nem való annak a nyugdíjbiztosítás, aki pénzügyileg nagyon képzett. Ők ugyan a teljes ügyfélkör nagyjából 3-4%-át teszik ki, viszont ők azok, akik sokkal magasabb hozamot tudnak elérni egyedi értékpapírokon keresztül.